Kézi kaszálás verseny az Apagyi Agrárökológiai Tanüzem területén. A zsűri azt figyeli ki, hogyan élezi a kaszát, milyen tarló magasságot vág és mennyi idő alatt. A lippai napokra a környező országokból is érkeztek diákok, hogy összemérhessék tudásukat. Romániából érkeztünk, Bihar megyéből, Bors településről, képviseljük az iskolánkat, Tamási Áron gimnáziumot. Nagyon jó volt, élvezzük a helyzetet, tanulunk a sok feladatból, játékosan úgymond. Ez pedig már pónifogathajtó verseny, a diákok kijelölt akadálypályán hajtanak. A zsűri a verőhibákat figyeli, és természetesen méri az időt a pontozáshoz. A lippai napok azonban nem csak a megmérettetésekről, szakmai tapasztalatcseréről is szól. Nagy hozadék ennek a találkozónak, hogy délutánonként szabadidőbe véleményt cserélünk. Nálatok hogy megy a képzés, milyen szakok vannak, van elég jelenkező, az rajzolódik ki, hogy mindenütt, mint nálunk is. Az agrárképzés most egy hullámvölgyben van. De a kormányzati ígéret, az, amit lehet most már olvasni, hogy igenis húzó ágazat lehet a mezőgazdaság, ez egy optimizmust kölcsönöz nekünk. Gajdos István hozzátette, az agrárium tudna ebben a megyében a legtöbb embert foglalkoztatni. A beregi és a nyíri legelők hasznosítása az állattenyésztés fellendítésének lehet a záloga, de a szántóföldi termesztés fejlesztése is hozzájárulhat ahhoz, hogy egészséges magyar élelmiszer kerüljön mindenki asztalára.